A robotika megjelenésével először attól tartottunk, hogy elveszi a fizikai munkánkat. Amint a mesterséges intelligencia elérkezett a jelenlegi fejlettségi fokra, elkezdtünk félni, hogy nem csak a mentális, kognitív, intellektuális, hanem akár a kreatív munkánkat is veszélyeztetheti. Így automatizálhatóvá válik például egy tolmács vagy egy sofőr munkája. Nehéz megjósolni, hogy hol fog megállni ez a sor. Pályaválasztás előtt álló általános iskolás diákoknak tartott előadást Végvári Imre kommunikációs szakember, a jövő foglalkozása címmel, november 23-án a Jókai Morvárosi Könyvtárban. Egy ilyen foglalkozás során azt szoktam csinálni, meg szoktam őket kérdezni, hogy milyen terveik vannak, hogy képzelik el magukat 2030-ban, 2050-ben, és a konkrétumokkal dolgozunk. Tehát amikor ők elmondják azt, hogy milyen pályát terveznek választani, akkor megnézzük közösen azt, hogy a technológia fejlődése, a robotika, tényleg önvezető autók, intelligens anyagok, mesterséges intelligencia, mit valószínűsít, hogy az az adott pályára való készülés, illetve annak a pályának, a, mondjuk mint szakmának a hasznossága az a jövőben, az hogy fog alakulni. Jó esetben ugye azt gondoljuk, hogy szuper, hajrá, így tovább. Vannak ilyenek egyébként, például amikor sportoló, az engem meglepett, gyerekek gyakran mondják, hogy ők sportolók szeretnének lenni, és azt végül is, tehát mondjam, egy gép tudhat a jövőben nyilván gyorsabban futni, mint egy ember, de nem az lesz az érdekes, hanem ott mindig is az lesz az érdekes, hogy mi emberek milyen teljesítményt tudunk kihozni magunkból. De hát nagyon sok választandó foglalkozás, például a tolmácsról beszéltünk, vagy én mikor a sofőrt említettem, a autóvezetést, mint szakmát, hát ezek nagyon valószínű, hogy ezeket tényleg ki fogja váltani a technológia. Érdemes követni a technológia fejlődését, és ez alapján jó döntést hozni. Ennél jobb recept jelenleg nincs, tette hozzá Végvári Imre. Mesterséges intelligenciára való gondolásnak két nagy karakteres útja van. Az egyik az, hogy fél tőle az ember, megijed. A másik pedig, hogy elkezdi használni. Tehát, hogy nyugodtan lehet az, hogy én mondjuk egy művész vagyok, és nagyon megijedek attól, hogy milyen valósághű képeket tud például mondjuk már létrehozni a mesterséges intelligencia, de az is lehet, hogy azt gondolom, hogy egy csomó mindent nem tud még ő megcsinálni, annyi kreativitást, annyi eredeti gondolatot nem tud belevinni, egy saját stílus nem tud kialakítani, már csak a meglévő mintákból építkezik. Ezért azt gondolom, hogy én ezt mint egy eszközt használni fogom, úgy, ahogy eddig az ecseteket használtam, hogyha most festőt képzelünk el, vagy a festékeket, a különböző típusú vásznokat, most akkor a mesterséges intelligenciát fogom használni eszközként. Tehát, hogy szerintem az egy óriási nagy köre lesz az új szakmáknak, vagy szaktudásoknak, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan is mire lehet használni, hasznosítani az egyes területeken. Ami most látszik, az ugye például a szöveggenerálás, ez a ChatGPT, hogy a szöveggenerálásban nagyon jó ez a típusú mesterséges intelligencia, amit most fejlesztünk. Tehát, hogy az összes ezzel ehhez kapcsolódó munkakör, az szerintem lehet veszélyben, tehát, hogy minden, ami mondjuk szöveges tartalomnak az előállításához kapcsolódik, de hogyha valaki mondjuk író, és mondjuk például, mint én, könyvet ír, és az a ChatGPT-t elkezdi használni, tehát valahogy beintegrálni a munkájába, egyes részeket esetleg vele megiratni, akkor nyugodtan lehet ezt így, szerintem nyugodtan lehet így is hozzáállni, és ez a jó hozzáállás. Én azt gondolom, hogy nem megijedni tőle. Mindig voltak olyan technológiai újdonságok az ember életében, a kerék, a tűz, a gőzgép, a nukleáris energia, amitől először nagyon megijedtünk, aztán utána úgy beintegráltuk a mindennapi életünkbe. Végvári Imre kisgyerekeknek is tart jövővel kapcsolatos előadásokat, melyek az általa írt Jövőmenők című könyvre épülnek. Megjósolni, hogy meddig fog terjedni a mesterséges intelligencia határa, nagyon nehéz. Ha visszanézünk a történelemre, az emberi kíváncsiságot szabályozni sosem lehetett.